ellátogatunk a Fáji utcába, megtettük már, hiszen élőben is közvetítettük a Vasas-Zalaegerszeg mérkőzést, most a rövid összefoglaló következik. Komoly hibákat követett el a Vasas-Fehérváron védekezésben, további fegyelmezetlenségek, eladott labdák is nehezítették a piros-kékek dolgát, itt pedig már az első perc közepén 11-est kap a Vasas. Na nézzük, itt veszi át a labdát Benunes, belekapaszkodik Miljatovic mezébe, és aztán ahogy belép a 16-oson belőle Benunes, elesik az algériai. Második perc, és rögtön komoly feladat Vlaszák előtt. Benunes belövi, vezet a Vasas. Giovanni Della Casához is kifutott egy pacsira Benunes. Érezte az irányt Vlaszák, de hárítani nem tudott. Belelépett Balog. Mileusznic, horvát, no még egy fejes Mátétól. Darko Pavicevic, Kamber, jó a csel befelé, Kamber gól! Egyenlít a Zalaegerszeg a 33. percben. Kamber második gólja a bajnokságban. Itt, ahogy igazít egyet rajta befelé, Balog mellett. És jobbal, keményen ellövi vég mellett. Bogunovic, csak Benunes és Remili az ellenfél tér felén. Miljatovic, szép egészségeset rúgott bele, és még jó is lett Darko Pavicevicnek, gól! Fordít az Zalaegerszeg a 44. perc végén. Na nézzük. Csank János ugyanolyan rezzenéstelen arccal figyeli az eseményeket, mint figyelte 0-1-nél. Én azt gondolom, hogy ez nem volt szabálytalan. Nem mondom, hogy nem lehetett ott Kovács Gábor hátán Darko Pavicevic keze. Darko Pavicevic egy az egyben Mileusznicsal. Sluka. Rudnyevsz fejeli föl. Horváth András, gyönyörű mozdulat! De milyen szép! 3-1-re vezet az Zalaegerszeg. Még pont befért oda a kapufa mellé. Kiegyenlített a Nyíregyháza Bugéra harmadik góljával. Itt pedig nincs lesz az indításnál. Csak éppen Benunes elhagyta a labdát. Benunes külsővel megpattan. Benunesnek óriási szerencséje volt. Vlaszák ezt foghatta volna azzal együtt, hogy irányt változtatott a labda Bogunovic lábán. Szeretnék ilyenbe beleszólni, mert